Megjelent az aranykönyv, amely az Arany János tehetséggondozó program intézményeit és kiemelkedő tehetségeit mutatja be. A programra a 8. osztályt befejező hátrányos helyzetű diákok jelentkezhetnek, akik valamilyen területen kiemelkedő munkát végeztek az általános iskolában. Az országos programban az Eötvös József Gimnázium 2001 óta vesz részt. Az volt a cél, hogy a több mint 10 éve működő országos programnak a legszebb eredményeit, a legsikeresebb diákjait bemutassuk. 23 intézmény szerepel a könyvben. Minden megyében van egy olyan iskola, amelyik képviseli ezt a programot, ahova jelentkezhetnek a diákok, és ezen kívül ugye Budapest, illetve Egerben két iskola is részt vesz ebben az országos programban. És hát tőlünk két tanuló került be ebbe a válogatásba, Kovács Laura és Szekeres Béla, akik jelenleg már egyetemi hallgatók. Nem csak a diákoknak, hanem egykori tanáraiknak is sokat jelent, hogy tanítványaik ilyen sikeresek lettek. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy második osztályom egy Arany János tehetséggondozó programban résztvevő osztály volt. 2006-tól 2011-ig tartoztak az én fennhatóságom alá ezek a gyerekek, és Kovács Laura, az egyik kedves tanítványom, aki bekerült ebbe a kiadványba, ő kiváló tanuló volt, illetve hát nagyon szép eredményeket ért el. Azt gondolom, hogy mindenképpen olyan diákról van szó Kovács Laura személyében, aki az Arany János tehetséggondozó program úgymond minta diákjaként apostrofálható. Minden tanítványomra ebben az osztályban is, és a másik két osztályomban is büszke vagyok természetesen, hogy látom, hogy honnan, hova jutnak el. De Laura esetében tényleg azt lehet mondani, hogy beérett az a munka, amit hát nem csak én természetesen, hanem kollégáim a kollégiumban, illetve szaktanárok végeztek. Az osztályfőnökök mellett természetesen a szaktanárok is büszkék lehetnek, hiszen Szekeres Béla az Arany János tehetséggondozó program országos matematika versenyén első helyezést ért el, Kovács Laura pedig az iskola első olyan Arany Jánosos diákja, aki bekerült az országos középiskolai tanulmányi verseny döntőjébe történelemből.